Most úgy érzem magam, mint egy amerikai filmben a halálra ítélt, hogy ott van a halálsoron. Napokat, heteket, hónapokat vár arra, hogy kivégezzék. Nem bírok fölállni. Kiesik a kanál a kezemből. Mint hogyha ilyen kukacok mászkálnának a testembe az izmoknál. Akkor döntöttem, hogy mindenképpen el kell nekem aludni, ha más nem, akkor öngyilkos leszek, vagy bármi. És ebbe ez a borzasztó, hogy ráadásul az elmém épp, és föl tudom fogni. Éjszakánként imádkozok, hogy reggel ne keljek föl. szeptemberében lett egy tüdőemboliám. Bekerültem a kórházba, helyrehoztak, és akkor egyszerűen már egész jó volt, jártam kontrollra, rendben volt aránylag, lett belőle egy légzés elégtelenség, de hát az vele járó, és aztán tényleg jó állapotba kerültem. November végén, december elején jöttek borzalmas dolgok, hogy például vezetés közben elaludtam, mire kijöttek a mentők, addigra helyre jöttem, mint ami sem történt volna. Doktornő megvizsgált, és mondja, hogy akkor kedden vagy szerdán feküdjek be, mert akkor volt nagy Covid, és akkor hétfőn nem tudtak fogadni. És akkor mondom, hogy jó, akkor majd szerdán jövünk. És még szerencsére a feleségem erőszakos volt, és azt mondta, hogy nem, majd kedden. Mert hát én akartam a munkámat tovább végezni. És na, be is mentünk kedden, ott elkezdte vizsgálgatni, meg egyéb, és ott a kórházban megint elvesztettem az eszméletemet. Másnap délután megint elvesztettem az eszméletemet. Na, irány le az intenzívre, és onnan már nem is engedtek ki, és aztán kiderült, hogy a véroxigénem meg minden egyéb annyira leesett, hogy aztán gép hozott vissza, oxigénterápiát kaptam, és azt hozott vissza. Bár így utólag jó lett volna, nem hoz vissza. Mert könnyebb lenne most az élet. Akkor a főorvosot vizsgálgatott, meg figyelgetett, meg minden, és észrevette, hogy mintha ilyen kukacok mászkálnának a testembe az izmoknál. És átvittek az Üllői útra, a ritka betegségek kórházába. És ott egy főorvos úr, a Grossz főorvos úr diagnosztizálta ezt a betegséget, és akkor hazaengedtek. Előtte ugye azt a tájékoztatást kaptam, nem is írták rá a zárójelentésemre, hogy ez ALS, hanem motoneuron betegség, amit ugye gyógyszerrel és gyógytornával szinten lehet tartani. Aztán még autót vezettem, vittem a vállalkozást, minden, bár mankóval, meg rollátorral, meg így közlekedtem. De ugye időközönként jártam kontrollra a kórházba, és egyre rosszabb volt már a légzésem, és akkor mondta a főorvos asszony, hogy hát ez egy kemény ALS betegség, és hogy mire várhatok. Ez nem lesz jobb, ezt nem lehet gyógyítani, egyebek, és aztán tavaly márciusban egyik pillanatról a másikra nem bírok fölállni. Kiesik a kanál a kezemből. Egyszerűen olyan dolgok értek, hogy kezdtem pánikba esni. Azt mondtam, hogyha már tényleg olyan állapotba kerülök, hogy kégemetszéses lélegeztetés, meg hasonló, akkor altassanak el. Tehát ez volt az első reakcióm. Rögtön ez volt. És az orvos meg erre azt mondta, hogy azt nem lehet. Hát ő azt mondta, igen, hogy aktív eutanázia nincs, csak passzív. És mivel telnek most a mindennapjaid? Ha nincsenek ilyen programok, akkor szinte itthon vagyok. Tehát ilyen időben nem is tudok kimenni, mert ilyenkor ugye erek összehúzódnak, és akkor még rosszabb a vérkering. Akkor még esetlenebb vagyok. Mindig ettől féltem, ezt mondtam a feleségemnek, hogy ha bármilyen beteg is leszek, csak legalább önállóan el tudjam látni magam, meg jókat tudjak enni. Hát tessék. Szóval
a családtagjaim se tudják 100%-ig felmérni, hogy én mit érzek. Bár mindent megtesznek, értem. Részemre ez a legrosszabb egyébként, hogy a családomnak az életét teljesen megváltoztatta. Ők se tudnak azt csinálni, amit lehetne nekik. Ugye a feleségem nem tud dolgozni, pedig hát női fodrász, jó szakmája van, miattam nem tud. Egy óra hosszára nem tud itthon hagyni. Ha itthon hagy, akkor valakinek kell szólni, hogy vigyázzanak rám, mert egyszerűen nem tudok létezni. Céltalanul szenvedni, mert sokszor olyan rosszul vagyok, hogy meg akarok fulladni, mert ugye ez a betegség, ez a rekeszizmokat is tönkre teszi meg egyebek. Úgyhogy most már van közjegyzői okiratom, hogy minden életmentő orvosi beavatkozásról lemondok, éppen 2 hete készült el, és akkor megkérdezte, hogy alá tudok-e írni, vagy a családtagok. Mondom, mindenképpen aláírom én bárhogy, mert nem akarom lelkiekbe a családtagjaimat is ebbe belezavarni. És az eutanázia, mielőtt még diagnosztizáltak téged, erről gondolkodtál, vagy volt korábban párbeszéd erről, vagy bármi, hogy ez így szóba jött volna az eutanáziának a kérdése? Régóta szajkózom ezt a kérdést, mert hát annyi beteg ember van. Igen. És annyi olyan betegség van, ami gyógyíthatatlan, ami szenvedésbe kergeti a betegeket. És nincs értelme annak, hogy szenved meg, él. Én már régen szajkóztam ezt, hogy miért nem vezetik be. És aztán, aki éppelmével, éppel el tudja dönteni, hogy ő mit szeretne, az miért ne legyen az ő saját döntése. Ez a fajta dolog, ez senkinek nem jó. Se nekem, se a környezetemnek. És ha úgy veszük komolyan, ez még az államnak se jó. Az, hogy a családom nem tud úgy dolgozni, ahogy kellene nekik. Tehát ők is tulajdonképpen nem tudnak értéket termelni. És akkor nem beszélve arról, hogy az egészségügyből elveszek egy csomó pénzt. A feleséget kap támogatást, hogy segít neked? Hát, 70 000 forintot kap. Havonta ápolási segélyt. És azért a nap 24 órájában ott kell legyen. Még éjszaka is. Szóval én nem is értem azt a dolgot meg, hogy egy kormánynak, egy mindenkori kormánynak miért nem az a gondolata, hogy minél kevesebb beteg ember legyen. Miért nem a megelőzést szorgalmazzák, nem? Miért teszik tönkre? Ugye ott voltunk legutóbb, ugye a Nemzeti Választási Bizottságban a népszavazási kérdésnél. Akkor mit éreztél, amikor hallottad ezeket a jó embereket érvelni jogilag? Mindenféle jogi, kacifántos érveléssel elmondták, hogy ezt miért nem lehet népszavazás ebből, és aztán megszavazták, hogy ez nem mehet át ez a kérdés. Hát abban a pillanatban hát borzalmasan érintett. Nagyon. Nagyon keményen. Hát kifele ott az előtérbe, ott már azért mondtam megjegyzéseket, és ott sírva fakadtam. Nem tudom elhinni, hogy a hatalom meg a pénz az túl tud szárnyalni az emberi lelkeken, a jó indulaton. Nem is tudom megérteni, hogy miért a pénz diktálja a világot. Ezt számomra ez megoldatlan. És ebbe ez a borzasztó, hogy ráadásul az elmém épp, és föl tudom fogni. És mikor egyedül vagyok, csak gyötrődök. Már nem vagyok hívő, de éjszakánként imádkozok, hogy reggel ne keljek föl. Mit üzensz azoknak, akik bármilyen meggyőződésből azt mondják, hogy az aktív eutanázia az nem támogatandó? Tényleg könyörgök, hogy a mindenkori hatalom próbálja meg emberi módon mérlegelni ezt a dolgot. Ne csináljon ebből politikát. Ettől nem lesz se rosszabb ember attól, hogy ő politizál. Nem kell politizálni.
emberi érzéseit tegye, és biztos, hogy más döntésre fog jutni. Valahogy próbáljanak meg közelebb jutni ahhoz, hogy mi mit érezhetünk, hogy ez mennyire az rossz mindenkinek. És próbáljanak elmélyedni abba, hogyha ők vagy a családtagjaik ilyen helyzetben lennének, bár ne legyen senki. Én azt kívánom.